járom az arándok útjait. Szabadulni egy fogházból, vagy börtönből. Átadjuk nekik a szót. Váci református lelkész vagyok. Isten végtelen kegyelméből és csodájából kicserélte a gyülekezetemet, illetve én cseréltem fel a gyülekezetemet a nagy református váci gyülekezet helyett. Kaptam a Váci fegyház és börtönben egy benti gyülekezetet, ahol rácsok mögött és mégis szabadon élnek emberek, mert Isten lelke előtt nincs akadály, nincs rás, és ő ott is munkálkodik a börtönben, és ennek sok áldott gyümölcsét élvezhetjük ott bent évek óta. Nagy örömöm, hogy ott szolgálhatok, és áldom az Istent, hogy ilyen csodákat élhetek ott át, hogy megszabadított embereket. Most két testvért hoztam el magammal. Seres János már majdnem 2 éve szabadult, és azóta áldja Istent kint is, és Balog János pedig 2 hete szabadult, és egy áldott bizonyságtevőnk volt bent, és most az életét itt is tartja, őrzi, és áldja az Úristen. Átadom nekik a szót. Láttam én már koronát mindenféle fémből, aranyból, ezüstből, csillogott a fénytől. De láttam én már szebbet is, igaz szeretetből. Jézus Krisztus fején volt, akácfa tövisből. Energiafelügyeletnél voltam, villamosbiztonságtechnikai szakértő, utána volt egy vállalkozásom, de hát az alkohol, a paráznaság végül is bekerültem a Váci fegyházba, és ott bent átéltem, hogy Istennel egy egész más életet lehet élni. Krisztus vére ő mindenkit szabaddá tud tenni, és meg vagyok róla győződve, hogy ha keresztre figyelek, akkor Isten úgy vezet, hogy meg is tart ezen az úton, és nem számít, hogy honnan jöttem, de azt tudom most már, hogy hova megyek, tehát hogy az atyai házhoz. Sajnos már többször voltam börtönben, többször föl kellett vennem ezt a mákos szürke ruhát. Aztán most legutóbb egy 6 éves börtönbüntetésem volt. Most jöttem ki 2 hete a börtönből, és nekem a börtönben volt egy találkozásom Istennel. Többször voltam ilyen istentiszteleti alkalmon, tetszettek az énekek ott, és hallottam többször az evangéliumot. És egyszer meghallottam úgy is, hogy a szívemig ért, nem csak a fülemig. És nagyon megrendített engem az, amit mondtak. Úgy tömören az evangélium, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézust a földre. És Jézus eljött önként, nem kényszerből, és magára vállalta az én bűneimért járó büntetést. Aztán, amikor visszamentem az árkámba, kaptam egy ilyen
kicsike kék új szövetséget. Amikor kinyitottam, azt olvastam, hogy Isten országát nem örökölhetik, sem részegesek, sem paráznák. Ez nagyon megijesztett engem úgy, hogy ledobtam az ágyra a Bibliát. Ott 25-en voltunk akkor abban a zárkában, egy délutáni alkalom volt, ebből senki nem látott semmit, csak hogy le voltam dőlve az ágyamra, csak folyt a könnyem, és igazából csak egyet tudtam ismételgetni Istennek, hogy bocsáss meg nekem. De áldom és dicsérem az Istent azért, mert ilyen mélységbe le tud hajolni, és be tud jönni a börtönnek a világába és az ő szeretetével. És így megszabadított engem a kárhozattól, és most megszabadított 2 hete ettől a mákos ruhától is. És olyan jó, egy olyan belső meggyőződésem van erről, hogy tudom, hogy többet nem kell visszamennem a börtönbe. És ami valamikor olyan távol volt tőlem, most minden nap a Bibliát olvasom. És nem azért, mert valaki kényszerít erre, vagy mert valakit esetleg meg szeretnék nyerni magamnak, egy embernek a tetszését, nem tetszelegni akarok embereknek, hanem azért teszem, mert nekem ez jó. És hát próbálok egy neki tetsző életet élni, és próbálok úgy élni, hogy ne hozzak szégyent az ő nevére. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetési alapígét, amely megírva található Máté evangéliuma 27. fejezetében, a 27. verstől a 30. versig, és János evangéliuma 19. fejezetében. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nárdszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy, zsidók királya! Aztán leköpték, elvették tőle a nátszálat, és fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Még János evangéliumából is olvasok. A 19. fejezet 23. versétől. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották 4 részre, mindegyik katonának egy-egy részt. Fogták köntősét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Szívem csendben az Úrra figyel. Kedves testvéreim, hallottátok, hogy milyen rettenetes módon vetkőztetik le a megváltót, Krisztust, és gyalázzák meg, gyalázza meg a Teremtő Jézus Krisztusban magát, az Istent. Ez olyan dráma, amit az ember igazából fel sem tud fogni. Amikor az embert Isten a paradicsomban felöltözteti, mert megszánja, mert sajnálja, mert látja az ő védett
védetlen állapotát, kiszolgáltatottságát, akkor látjuk az ő atyai szívének szeretetét, hogy a bukott ember, aki elszakad a bűn miatt a Teremtő Istenétől, mert így mondja az írás, hogy a ti bűneitek választanak el titeket a ti istenetektől, mégis szánakozó szívvel, atyai fájdalmas szívével öltözteti fel az embert. Ádám és Éva nem tudják, hogy amikor kilépnek a paradicsom kapuján, akkor elkezdődik a világ történelem drámája. Mert igenis valami egészen észbontó dráma kezdődött el akkor, megkezdődött az emberiség történelme, amely vért, vélt és vért aratott mindez ideig. Valami rettenetes az emberi történelem. Csodálkozom sokszor, hogy nem szorul össze a szívünk, hogy mit tettünk évezredek óta egymással. Gyalázva a mi Teremtőnket, Istenünket, hogy tölt össze az emberen az Isten képűség, mennyire démonizálódott, mennyire démoni indulat lakott az emberi szívbe, az Isten által felöltöztetett ember szívébe. Meg lehet ezt oldani. Fel lehet oldani ezt a szörnyű problémát, ami valóban mind a mai napig tart, és valahogy leleplez bennünket az önhitségünkben is. A modern ember sem tanul a történelemből. Pedig hirdetjük fennen, hogy a történelem a tanítómesterünk, kellene tanulni belőle, meg kellene érteni végre, hogy nem tudjuk megoldani a saját problémáinkat. Nem tudjuk magunkat kihúzni a mocsárból, nem tudunk felülemelkedni mind azon, amit tettünk, de újra és újra új hittel, új reménységgel indul neki az ember az önmegváltás, az önmegvalósítás tragikus útjának. Így van. Egyszerűen így van. Ma is a 21. században, amikor az ember itt Európába körülnéz, láthatja, hogy mintha mindent elvesztett volna az európai ember, aminek valamikor ismeretébe, birtokába volt. Valamilyen szinten Isten ismerettel bírt az európai ember. Ma azt lehetne mondani, hogy az előbb idézem a bizonyságtévőnket, Jánost, aki azt mondta, hogy egy nagyon furcsa Isten képe volt, egy furcsa Isten ismerete volt. És tessék elhinni, a mai embernek szinte nincs is Isten ismerete. Az európai ember még azt is megtagadta, hivatalosan, tudatosan, hogy a gyökerei keresztények lennének. Tökéletesen megtagadtuk Istent, Krisztust, mindent. Aztán csodálkozunk, hogy folytatódni fog a dráma. Mert folytatódik a dráma. Zsidó testvéreink azt mondják, ez a názáreti nem lehet a messiás. Hát semmi nem változott a történelemben, minden megy tovább. Ha a messiás eljön, mindennek meg kellett volna változnia. Nem tudom, ilyenkor elfelejtjük a büszke eszünket? Elfelejtjük azt, hogy hát Isten tulajdonképpen cselekvésre, önálló döntésre hívott bennünket. Dönts a jó vagy a rossz mellett, és cselekedd a jót. De hát nem ezt tesszük. Várjuk, hogy valami furcsa módon csodák történjenek akaratunk ellenére. Hát Isten az embert akarata ellenére nem fogja sem megváltani, sem felszabadítani, sem megszabadítani attól, amiben vagyunk. Mert igenis, döntenünk kell. Döntenünk kell Isten mellett, vagy Isten ellen, és az ember döntött. Az európai ember most Isten ellen döntött, és még büszkék is vagyunk rá. Mi lesz ennek a vége? Hát tudjuk, a Jelenések könyvében látjuk, hogy folytatódik a történelem drámája, és hogy csúcsosodik ki, és hogy rohan bele az antikrisztusi korba, amikor az ember a sátán uralma alá kerül. De hát ezt akarta az Isten. Isten nem akarta ezt. És mégis az Istent vádolja az ember. Mindenért, mindennek az Isten az oka. Végső soron igen, hiszen ő teremtett bennünket. És ez az Isten,
ez az Isten szereti az embert. Lehet szeretni ezt az embert, aki nem csak egymásra támad, hanem még az ő Istenére is, teremtőjére is felemeli a kezét, mert Jézus Krisztusban a mi Istenünkre emeltünk kezet. Amikor olvassuk a zsidók történetét, és az Ószövetségben, akár a prófétai könyvekben, történeti könyvekben látjuk az isteni figyelmeztetést. Mert hiszen Izrael nem tett mást, mint azt, amit mi is, mai keresztények, hogy hátat fordított az Istennek, mindent összekutyult, összekavart, idegen isteneket imádott, egyszerűen felbosszantotta Istent, és Isten az ő házában viszont rendet teremt. Az ő házában kezdődik az ítélet, mondja Péter apostol, Isten körülbelül 1000 éven keresztül fenyegeti Izraelt. A bálványimádás miatt, az okkul dolgai miatt, hiszen ezt hoztuk a bukott ember révén a paradicsomban. El tudom képzelni Ádámnak, Évának a döbbenetét, mikor az első fiúk gyilkosságot követ el. Amikor elkezdődik az a szörnyű folyamat, aminek még mindig nincs vége. Miért beszélek erről? Mit akarok elmondani tulajdonképpen a testvéreknek? Azt, hogy lássuk az egész történelmet. Valami Biblián keresztül, a bibliai történelmi szemléleten keresztül lássuk, hogy valóban minden úgy történt, ahogy Isten előre megmondta. Úgy zajlanak az események, úgy történtek a dolgok, úgy folytatódik az én életembe, a mi életünkbe, közösségi és egyéni életünkben, ahogy ezt Isten előre megmondta, hogy az Isten nélküli élet folytatódhat egyáltalán. Isten nélkül nem lehet másképp élni, és tessék elhinni, amit az Isten hagy, ami a történelem színpadán zajlik, örök, kozmikus tanulság Isten minden teremtménye számára. Isten nélkül nem lehet másképp élni. Isten nélkül se egyéni, se közösségi életünk nem lehet más, mint bukás és bukás és bukás. És tragédiák és drámák sorozata. De az ember újra és újra felkel, minden nemzedék szinte ugyanazzal a konoksággal folytatja az önmegváltást, az Isten ellenes, Isten nélküli életét, és Isten mégsem hagyja az embert, hanem azt akarja, hogy valami különös módon megértse az ő szívének szeretetét. Nem hagyja el az embert, szereti. Isten szereti az embert, szereti a teremtményét, ezért nem törölt el egészen az embert. És aztán újra egy pillanatra visszatérek Izraelhez. Izraelnek fogságba kellett menni. Azok közé, a népek közé, akiknek isteneit imádta és tisztelte. Sajnos a mai keresztények között, a gyülekezeteink tagjai között nagyon kevés olyan ember van, aki jól ismerné a Bibliát, az igét. A legtöbb keresztény ember, aki magát kereszténynek nevezi, vagy nagyon felületes, vagy semmilyen Biblia ismerettel nem rendelkezik. Így aztán Isten ismerettel sem rendelkezik. Nem ismerjük az igazi Istent. És az igazi Isten az ő népét számüzetésre ítélte. Így mondja az Úr, hogy levetkőztetnek benneteket. Fogságba visznek benneteket. Mindenki előtt feltárom a szégyeneteket. Olyan rettenetes fenyegetés ez, hogy Isten népére rászakad a szégyen, hogy az egész világ szégyenévé válik Isten népe, mert nem ismerte meg az ő urát, mert mindent összekevert, mert bálványokat imádott. Ma egy olyan korban élünk, amikor összeszorul a szívem, amikor olvasom, ma sokszor vezető keresztény emberek kijelentéseit, tanításait, összeszorul a szívem, és azt látom, hogy újra visszamegyünk abba a korba, amikor mindent összekeverünk, amikor nincs már tiszta Isten ismeret, nincs ige ismeret. Tessenek meghallgatni egy ilyen vezető teológust, aki
aki vall ezekről a dolgokról. A neve Arnold Bittlinger. Az integráció témájával foglalkozik. Azzal tudnélik, hogy más vallási hagyományok hogyan itt integrálódhatnak a nyugati kereszténységbe. Az eredeti cikk, amelyet az Egyházak Világtanácsa adott ki, más vallások hagyományainak integrálódása a nyugati kereszténységben. Karizmatikus megújulás, az ökumenikus spiritualitás és a mély lélektan területén folytatott kutatásaimmal lassanként kapcsolatba kerültem, nem keresztény szellemi megtapasztalásokkal és praktikákkal, írja Bittlinger. 62 óta folytatok kutatásokat karizmatikus megújulás területén. Ugyancsak karizmatikus megújulás témájában tanácsadója voltam az Egyházak Világtanácsának. Kutatásaim során érdekelni kezdtek az afrikai független egyházak, amelyeknél a hagyományos afrikai és keresztény elemek harmonikus keveredését találtam, amikor felfedeztem, hogy ezeknek az egyházaknak sok karizmatikus elemek kereszténység előtti hagyományokba gyökerezik. Elkezdtem keresni. Más vallásokban is a karizmatikus elemeket felfedeztem, hogy elsősorban a gyógyítás és a profétálás karizmái ezeknél a vallásoknak olykor meggyőzőbbek voltak, mint a karizmatikus mozgalomban. Legalábbis amennyire a kereszténység észak-amerikai gyakorlatától befolyásolt. És most tessenek figyelni. A sámánizmusban izgalmas párhuzamokat találtam Jézus szolgálatával, akiben egyre inkább a sámánok archetípusát fedeztem fel. A gyógyítást illetően különösen mély benyomást tettek rám a teljesen gyógyító szolgálatba irányába való fordulás, stb. 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 Tessék elgondolni, mikor a keresztény egyházak világtanácsának egy eminens teológusa felfedezi a sámánokba Jézus Krisztust. Hova jutottunk? Mi van velünk? Hol tartunk? Merre halad a keresztény világ? Nem ugyan oda, ahova Izrael népe jutott. De mi ez, ha nem a Jézus Krisztus lemeztelenítése, az ő mesiási ruhájának a letépése, amikor a sámánok szintjére rángatja egy keresztény teológus a világ megváltóját. Nem csak fizikailag a római katonák által vetköztették le Jézus Krisztust, hanem ott is először a papok vetköztették le. A főpapok téplék le róla a mesiási köntöst. Ők gyalázták meg azzal, hogy Belzebubnak, az ördögök fejdelmének hatalmával űzi ki az ördögöket. Ugye tetszenek érteni, mit akarok elmondani? A fizikai gyalázat a szellemi síkon valósul meg. Mi van a szívünkben? Hogy látom Jézus Krisztust? Kinek ismerem meg őt? Milyen ismeretem van Istenről? Ki az az Isten, akit én tisztelek? Mert hiszen Kain is, Ábel is bemutatja az áldozatát az Istennek. Az ember soha nem tudott Isten nélkül élni. Miután elfelejtette, kicsoda az Isten, teremtett magának isteneket. Amikor Marx és társai azzal vádolták az embert, hogy nem Isten teremtette az embert, hanem az ember teremtette az Istent, akkor azért némi igazsága volt ennek a vádnak. Ennek volt bizonyos alapja, mert az ember örökké bálványokat teremtett magának. S ha visszagondolunk a pogányság rettenetes évezredeire, és bárcsak ismernék az emberek, milyenek is voltak ezek a vallások. Hát testvérek, nem ismerik. Az a baj, hogy nem ismerik az emberek, és ezért merik összemosni ezeket a dolgokat, hiszen ezeknek a vallásoknak valami egészen elképesztően perverz, testi mi voltában is perverz megnyilvánulásai voltak. A kánaáni vallás olyan mélységes, mély erkölcsi fertőben leledzett, amit elmondani nem szeretnék erről a szószékről. És most lelki gondozók, amikor beszélgetünk, döbbenten kezdjük tapasztalni, hogy ugyanazok a jelenségek
egészen szélsőséges módon jelennek meg fiainkban és leányainkban. Valami egész döbbenetes, hogy újabban olyan perverzitásokkal találkozunk mi lelki gondozók, amik évtizedek óta egyáltalán nem is léteztek közöttünk. Mi történik? Démonizálódik újra ez a világ, újra egyre mélyebbre süllyedünk, elveszítjük azt is, ami volt, kivetközünk abból is, ami volt. Igen, ha a megváltót kirekesztjük, ha a megváltótól letépjük a ruhát, mi marad? Nem marad nekünk semkink, magunk maradunk. Ha tetszettek látni a Legyek ura című filmet, egyébként a Legyek ura kifejezés Belzebubot jelent, héberül a Legyek ura. Ez egy rettenetes bálvány volt. A történet arról szól, hogy fiatal fiúk hajótörés során kivetődnek egy szigetre, és mivel egyedül maradtak, próbálják megrendezni a maguk közösségét, kis társadalmát, felépíteni, kialakítani, aztán kitör közöttük valami egészen démonikus ellentét, a hatalom mámorába esnek közülük némelyek, elkezdik üldözni a többieket, felállítják a bálványt egy karó tetejére, vaddisznó koponyát, Belzebub, a Legyek ura, és már egész a gyilkosságig egymást ölésig fajulnak a dolgok, amikor a film lezárul azzal a kegyelmes gondolattal, megérkeznek a szülők, megérkeznek a felnőttek. Igen, ez a reménységünk, hogy megérkezik az Isten fia, és rendet fog közöttünk teremteni. De nem majd csak egykor, most is megérkezhet, most is elfogadhatom, most is ránézhetek erre az Istenre. Isten ismeret. Isten ismeret rendkívül fontos volna számunkra. Kicsoda a mi Istenünk? Az Úr Jézus a főpapi imájában azt mondja, az az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet. Aki nem ismeri az igaz Istent, aki bálványokkal keveri össze, ahogy az előbb olvastuk, abból valami szörnyű dolog történik. Az emberi szív eltévejítése a kárhozat útjára. És nehogy azt essenek gondolni, hogy ez valami távoli, az egyszerű embert nem érintő dolog. Hadd olvassak fel Gál Péternek a könyvéből egy rövid idézetet. Mai guruk, mai hamis Krisztusok, Jézus megmondta, vigyázzatok, mert hamis proféták, hamis Krisztusok lépnek fel, ha lehet, elhitessék a választottakat is. Az elkövetkezendő években te magad is megtapasztalhatod, írja egy hölgy, azokat a csodákat, amelyeket a hindu guru, Sai Baba, a maga megvalósításában Istennek kinyilvánított lényével ajándékoz nekünk. Hála érzés töltött el Sai Baba iránt, akinek jelenlétét ezúttal is éreztem. Mostanában gyakran fordultam hozzá segítségért, gyógyító, éltető erőjét. Megköszöntem Babának, hogy a csatornája lehetek. Hazaérkezvén leültem a kis házi oltárom elé, amelyet Baba képe és az általa materializált Krisztus fényképet tartom, hogy leírjam a történeteket. Ekkor Krisztus képmása belső hangként megszólalt, Baba és én egyek vagyunk. Testvérek, hogy mikkel találkozunk, hogy micsoda lelki mélységek vannak körülöttünk, talán nem is tetszenek tudni. És miért beszélek erről? Mert testvérek, a megváltó az a Krisztus, aki elérkezett 2000 évvel ezelőtt, akit az Isten megígért ebből a sötétségből, az Isten ismeretének hiányából, a bálványainktól, a bűneinktől akart megszabadítani bennünket, és meg is szabadít minket. Tessék elhinni, hogy aki ezt a Krisztust megismeri az Istent. Jézus Krisztusban kitette Isten a képét ebbe a világba. Így mondja Pál apostol a 2 Korintus 4-ben, Jézus Krisztus arcán ragyogott fel Isten ismeretének dicsősége.
Jézus Krisztus. De milyen is ez a Krisztus? Most nem szeretném végigvezetni a gondolatot, mert nincs erre idő, de a kereszten tette ki Isten a szívét. A kereszten tette ki az éltünk meghasadt szívét. Isten szeretete valami olyan mélységes, az iránt, az ember iránt, aki rátámad, aki hamis bálványokat imád, akit elválasztanak az ő Istenétől a bűnei. Igen, igen, ezért az emberért jött, én értem, és te érted, jött el Isten fia, és vállalta. Ott a Gecsemánéban vércsöppöket izzadva a szörnyűséget. Vállalta a szörnyűséget, ami számára a legszörnyűbb volt, magára venni szennyes ruhámat. Tessék elképzelni a képet, hogy valakinek bele kellene öltöznie, egy tiszta embernek bele kellene öltöznie a genytől fertőzött leprás ruhájába. Valami iszonyat. Magára venni mindenféle istentagadásunkat, lázadásunkat, odaállni a mi oldalunkra, Istennel szembe, felvenni a paráznaságainkat, Isten káromlásainkat, perverzitásainkat, gyilkosságainkat és minden rettenetet, amit az ember évezredeken keresztül elkövetett. Odaállni Isten elé, Uram, Atyám, ezt én tettem, engem büntess meg. Hadd mondjak egy példát, hogy egy kicsit jobban megértsék a testvérek. Volt a Kaukázusban egy kis népcsoport, amely a 19. században felszabadult a török iga alól. Ifjú fejedelmük Samül látta, hogy a népének, mint ahogy a mi népünknek is, nem az volt a legnagyobb nyomorúság, hogy a török iga alatt vergődött, hanem hogy a szerencsejáték szenvedélye kötözte meg az embereket. És aztán elhatározta, hogy ennek véget vett, törvényt szabott, hogy akit szerencse játékon érnek, azt megkorbácsolják. Az első ember a törvény életbe lépése után, akit rajta kaptak, a saját édesanyja volt. Az ifjú fejedelem elvonult 3 napra a sátrába, mit tegyen, ha nem hajtja végre az ítéletet? A törvénynek vége. Vége az igazságnak. Ki figyel többet az ő szavára, ha megkorbácsolja az édesanyját? A fiúi tisztességén esik csorba. Mit tegyen? És 3 nap múlva előjött a sátrából, és megparancsolta, hogy az anyját kötözzék a cölöphöz, és a hóéroknak, hogy hajtsák végre az ítéletet. A lemeztelintett édesanyja hátán csapódott volna az első ostor csapás, de a fia oda vetette magát, eltakarva saját testével a vétkes édesanyját. Visszahőköltek a hóhérok, és ő parancsolt tovább, és elszenvedte a büntetést, valahogy így. Az Isten Jézus Krisztust vetette oda az ítélet helyére, hogy az ő hátán, az ő arcán, az ő testén sújtson le minden bűneinkért. Ezt tette az Isten. Ez az isteni szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hallottuk, hogy egyszülött fiát adta. Jézus azt mondta, ezért az óráért jöttem. Ezért az óráért jöttem. Jézus küldetése, hogy az emberiség helyére odaálljon, az ítélet helyére. Lemeztelenítették, letépték róla a méltóságát. Főpapok és írástudók, a szakértők ítélték sátáninak az egyetlen isteni lényt, aki közöttünk volt. Nemrég találták meg Kajafás család kriptáját, osszáriumait. És az egyik osszáriumban a Kajafás család egyik nőtagja, talán éppen a főpap lánya szájában ott van a pénz, amit Káronnak tettek, hogy átvigye a Szix folyón, és egy pogánsággal összekeveredett főpap, egy szadduceus ítélkezik Jézus Krisztus felett, ő tépeti le róla a messiási ruhát, és látjuk, nem csak a római katonák gyalázták és gúnyolták, hanem minden úgy történt, hogy megírta az ige.
A 22. Zsoltár Krisztus előtt 1000 évvel elmondja, mi fog történni a Messiással. Leírja, a básáni bivajok vettek engem körül, gonoszok bandája kerített be engem, és aztán, hadd olvassam, föltátották rám szájukat, mint marcangoló, ordító oroszlán, szétfolytam, mint a viasz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt bensőben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halálporába fektettél, mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimom, köntösömre sorsot vetnek. Én Istenem, miért hagytál el engem? Így kezdődik a Zsoltár, és Jézus ezt a mondatot mondja el a Golgotán. Mert a mi bűneink elszakították őt az Istentől, és meghasadt a szíve. Mi megszoktuk, hogy Isten nélkül éljünk, Krisztus nem tudott Isten nélkül élni. Bárcsak te se tudnál, bárcsak én sem tudnék az Isten nélkül élni. Már nem tudnék. Mert a megváltó, csodálatos szeretete örök hálára kötelezett engem. Már nem tudnék nélküle élni. Nem tudom, testvére, te tudsz-e nélküle élni? A drága Krisztus nélkül, akin végrehajtotta Isten az igazságos ítéletet. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Olvassuk az Ézsaiás 53-ban. A Biblia mindent leír előre. Mi fog történni? Mi azt hittük, hogy Isten csapása sújtotta és kimosta, pedig a mi bűneinkért törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Hát ilyen Istenünk van. És ezt akarják összekeverni a hindu bálványokkal, Káli Istennel, akit csak emberáldozatokkal lehet kiengesztelni, akiknek gyerekeket vetettek oda, saját gyermekeiket. Isten magát áldozta, nem téged akar feláldozni. Magát áldozta fel. Ilyen az Isten képe. Az idegen istenek téged akarnak feláldozni, a gyermekeidet akarják elvenni, és el is veszik, és el is pusztítják. Az igazi Isten pedig magát áldozta felértünk. Micsoda Istenünk van, és mégsem imádja az ember, mégsem borul le előtte, és ezért olvastam fel a lázadásnak a mélységeit, ami ma is ott van közöttünk. Nem az erkölcsi bűnök ám, amik tönkretesznek bennünket, ezek a vallási bűnök. Az Isten elleni nyilvános lázadásaink, tagadásaink, keveréseink, az a fajta gátlástalan szabadság, amit mi úgy gondolunk, nekünk mindenek fölött jár. Mert istenkedünk. Tessék figyelni a hatalmasokat. Mindig Istentől eredeztették az egyiptomi fáraók, a babiloni királyok, a római császár. Azért öltek keresztényeket, ha nem mutatták be a templomába az áldozatot. Igen, a hatalom istenei, az ember ilyen. És ilyen az Isten, aki Jézus Krisztusban önmagát áldozta, értem. Milyen csodálatos, milyen lenyűgöző Istenünk van. Az ember letépte róla isteni rangját és ruháját, az ember meggyalázta, és ő pedig imádkozott, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudom, testvér, te hogy vagy vele, de engem mindig szívbe markolóan lenyűgöz ez az Isten. Ezzel a szeretetével láncolt örökre magához. Ezt a halálos szeretetet meg lehet tagadni. Hát, ha nem ismerjük. És ő érte, öltöztet fel bennünket Isten a kegyelem ruhájába. Majd délután erről lesz ró
a tiszta fehér gyolcsba. Imádkozzunk. Drága Urunk, bocsáss meg, hogy nem csak a nagyok, hanem mi kicsik is tudunk téged meggyalázni, kivetköztetni isteni hatalmadból, ami hitetlenségeinkkel, tagadásainkkal, lázadásainkkal. Uram, te ismered az én szívemet is, de köszönöm, hogy meggyógyítottad. Köszönöm, hogy megtanítottál téged imádni, szeretni mindenek fölött. Áldalak, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent megtettél üdvösségünkre. Áldunk, Úrunk, hogy te kiszolgáltattad magadat, hogy megments bennünket a kiszolgáltatottságból. Áldunk téged, hogy elhordoztad bűneink büntetését, hogy megments minket az örök kárhozattól. Áldunk téged, Urunk, hogy naponként hordozol bennünket, formálod életünket, tisztítod gondolkodásunkat. És köszönjük mindazt, hogy még szolgálatodba is bevontál bennünket. Vihetjük, Uram, a jó hírt, az evangéliumot, áldunk szabadító hatalmadért. Amen. Minket nem képzett teológia, de elhívott Isten szent fia, és ha néha szolgálnunk lehet, hirdetjük az örök életet. Énekben is, ha Isten arra int, János 3:16 szerint. Énekben is Isten arra int, János 3:16 szerint. János 3:16 szerint.